Jelenleg a focipályán vagyunk, de nem sokára a konyhában leszünk. Foci, zene, óriás karfiol hagyományok. Csak pár szó, amiről eszünkbe juthat a Tolna megyei kisközség, az 1000 éves Madocsa. Édes kedves komám, asszony, de vecser, be-be-le-be-le-be-be, de rég járt kend a virágos kiskertünk, be-be-le-be-le-be-be, Tisza Duna mentébe, Balatonnak jöttébe, üljön kend az ölembe, be-be-be. Gasztro megye című műsorunk első részében megismerkedhetünk ennek a kisfalunak az élő világával, történelmével, büszkeségeivel, és nem utolsó sorban a gasztronómiájával. A műsort a Tolna megyei önkormányzat hívta életre. Az intézmény nevében dr. Baranyai Eszter főjegyző ajándékkal készült sztárvendégünknek, Madocsa szülöttének, a hatszoros válogatott focistának, Böde Dánielnek. Segg Dani, köszönjük szépen, itt vagytok velünk, főztetek nekünk finomat. Igyekszünk. Na gyere, hát és mivel főző műsorról beszélünk, ezért elengedhetetlen kelléke a kötény. Jó? Köszönöm. Tessék, segítek! És hogy mit is főzünk ma? Alacsonyi pacalt, pontosabban. Mondhatjuk, hogy ez a helyi egyik kedvenc étek. Annyi a különlegessége, hogy Marocsán rántással csinálják a pacalt. De pacal az egy mindig ilyen étel Marocsán, hogy a lakodó manéki nincsen Marocsán, pacal nélkül. De az azt tényleg az ilyen kuriózum, hogy itt fokhagymás rántással csinálják, nem úgy, mint más, mint túlsófélem, vagy akár mondom, hogy csak oda rakják, aztán kész hagyják, hanem itt tényleg azért. Amikor mögfrill a szalvétával szárad, és utána tiszta szalvéta marad a szár, az jelzi, hogy az Marocsai pacal van, hogy az a jó ragadós, hogy tényleg abban benne van minden. Az igazság, hogy a főzéshez a legelső kellék az alkohol szokott lenni. Igen. Úgyhogy nem. És ott van. Olyan szakás nincs is, aki nem egy pohárkával. Eladja meg az alapokat. Túlesve az első lépésen jöhetnek a gasztrotippek. Hagyd már, megpirítjuk. Ugyan, igen. Megpaprikázzuk bele a pacal. Só, bors. És kész. No meg persze az a híres fokhagymás rántása végén. Én a napot nem pálinkával, hanem egy vallomással kezdtem a vendéglátóknak. És amikor megmondták, hogy pacalt fognak főzni, akkor lekonyult a számszéle kicsit, mert kevés olyan étel van, amit nem eszek meg, és hát a pacal az egyik. Igen, de megígérem, hogy meg fogom postolni, ha kész lesz. Adok neki még egy esélyt, a madocsai pacalnak adok egy esélyt. Nagyon jó. Én sem szeretem a pacalt. Ettől egy picit megkönnyebbültem. Viszont amíg pirul a hagyma, ismerkedjünk meg a faluval. Madocsa a Duna egykori árterületén található kisebb kiemelkedéssel jött létre, mint település. Az őskor óta lakott hely. Érdemes megemlíteni, hogy éppen tavaly ünnepeltük a millenniumunkat, ugyanis 1019-re keltezték azt az első hivatalos írásos dokumentumot, amiben először említésre kerül a településünk neve. Az itt élő emberek mindennapi életében a Duna nagyon fontos szerepet játszott, az határozta meg az életmódjukat, úgynevezett ártéri gazdálkodást folytattak, ami nem csupán halászatot jelent, bár Madocsa volt az ország egyik legjelentősebb vízafogó helye, de emellett a vízjáráshoz igazodva az éppen aktuális vízszintnek megfelelően legeltetéses állattartást folytattak, az árteren gyümölcsfákat oltottak, úgyhogy gyümölcs termesztés is folyt, és ebbe az életbe a 18. század végi 19. század eljei vízszabályozások erőteljesen belenyúltak. Akkor központi utasításra elzáratták a fokokat, töltések közé kezdték szorítani a Dunát, ezzel szép lassan víztelenítették a határt, és ez ellehetetlenítette a korábbi életformát, viszont teret adott egy újabb lehetőségnek, ugyanis kiváló minőségű és adottságú szántóterületeket lehetett művelésbe vonni, és így a település életében az állattartás is, a gyümölcs és zöldségtermesztés is egy kicsit átalakulva, és a szántóterületeknek a művelése adta a későbbi megélhetési forrást. Például a Bozsoki családnak is, akik sok más között óriás karfiolt is termesztenek. Családi gazdaságunk 40 éves múltra tekint vissza. Édesanyánk szaktudásával az idén vettük át ketten a testvéremmel ezt a gazdaságot.
A környező kispiacokon, illetve a vásárokba értékesítjük a termékeinket. Fél hektáron karfiol, káposzta, lila káposzta termeléssel foglalkozunk. Tavasszal palánta, zöldség, paprika palánta, paradicsom palántával foglalkozunk. Utána folyamatosan nyáron ugyanezeket a primőr árukat termesztjük, és visszük azokat is folyamatosan a környező kis piacokra. Az egész családunk dolgozik ebbe a gazdaságban, a kicsi gyerekektől kezdve. Madocsa ugyan nem határos egyik nagyobb nemzeti parkkal sem, mégis bővelkedik természeti látnivalókban is. Például egyet említsek, tavasszal a tavaszi csillagvirág. Mondhatjuk azt, hogy a kék 50 árnyalatába borítja a Duna mellett húzódó árvédelmi töltést, vagy itt van tőlünk nem messze madocsai szlavon tölgyes, ami az egyre inkább megfogyatkozó gyöngyvirágos tölgyes, mint növénytársulás utolsó képviselője talán. Itt nincs is más kemény fásligetert itt a környéken. Ott egyébként van egy rétisasunk is, amire nagyon büszkék vagyunk, az a totem állatunk. De ezen kívül még számos ragadozó madár, gyakorlatilag minden ragadozó madarat sikerült már lencse végre kapnunk itt a területen. Vannak ürgéink a legelőkön, ugye az is fokozottan védett állat, illetve egyesületünk tevékenységének köszönhetően tavalyi évben nagyon hosszú idő után sikerült újra a szalakótát megtelepíteni itt az egyik legelőn. Madocsán mi azt csak vasvargyúnak hívjuk. Vannak védett halaink, ott is védett növényeink, madaraink, nagyon szeretjük. Szeretjük a csöndjét, a milliójét, és szeretnénk ezt megőrizni még nagyon sokáig. Vadállománya is igen sokszínű a madocsai térségnek. Apróvaros jellegű területről kéne, hogy beszéljünk, de az elmúlt 15 év az úgy alakult, hogy a nagyvad állomány, a vaddisznó és a szarvas megjelent a területünkön. Vaddisznó most már nagyobb számba, szarvas még csak átvonulóba van, de hát ez a jellemző most, tehát ilyen vegyes vadas területként lehet ezt jellemezni. Apró vadunk a mezénnyúl, fálcán, illetve hát a nagyvad mellett még az őz állomány, az őz populáció, ami jelentős is hát a gazdálkodásba hát szerepet játszik. A halászat is nagyon híres volt a faluban, főleg a 80-as évek végén, ugyanis itt fogták Magyarország egyik legnagyobb vizáját. Mikor is volt ez? 87. május 17. délelőtt 10 órakor. Hivatalosan 181 kilót fogadtak el, de megfogáskor lehetett a szakértés szerint 200-210 kilós. És hogy lehet egy ekkora halat kifogni? Gyorsan. Az ember akkor nem érez semmit. Csak szeretné megfogni. Hát ez egy ilyen fenekeszerszám, ilyen 70-75 métert taposott, két ladikló volt széttartva, mederhalászok volt. Százszombattai tehagnak kellett volna ivó kecsegét fognunk, tudják műszaporítani. Szállónak az innesaporot kigyárt az uszonyok, mögött ilyen hollóba fogta meg. Ez egy tükrös háló, tehát ilyen nagyszemű, jobbról-balról ilyen erős, nincs légbű kötött 6 szem tükör volt, 6,5 mély, és közte ilyen nagyobb szemű, ami átutott, tehát ereszkedtünk a folyóvízen, a állóval, akkor hal nekiúszott, és akkor csinált magának egy ilyen zacskót, azt a vékony lést, amit úszkált ebbe a két sorba, csinált magának egy zsákos zacskót, úgy maradt benne ebbe a állóba. Hát ezt alatt adattuk az állatkertnek, tudják bemutatni, 4 nap után vitték el, ott egy darabig éve tudták tartani, és akkor amikor látták, hogy már lehetetlenség, akkor mondták, közölték, hogy hát kipreparálják. Azt mondják, nincs már víz a Dunában. Szerintem egy-két darab található lenne, de hát mi, ugye ez nagy szerszám volt, orgázbottai alatt megfogni nem lehet. És mi nem is próbáljuk meg. Inkább nézzük meg, mi történt a pacallal, míg távol voltunk. Került bele egy kis zöldség, paradicsom, paprika, fokhagyma, majd Dani beletette az őrölt paprikát, sót, borsot, és végre belekerült a lényeg, az előre abált pacal.
A szakértők azt mondják, már csak 3-4 órát kell főnie. Addig van időnk arra, hogy Daniról is megtudjunk ezt-azt. Jelen pillanatban itt a Paksi FC-nél futballozok, Marocsán edzősködöm, úgyhogy ez, ami így kiteszi a napjaimat. 2008 nyara óta vagyok a Marocsa edzője, amit érdekes, hogy mi nem csapatot építünk, hanem próbálunk közösséget építeni az elmúlt 12 évben, ami annyira jó sikerült, hogy 4-szer voltunk bajnokok a megye másodosztályban, és most idén is azóta, ha már a főzésnél tartunk, hogy a hazai meccsek után lévő kajákban legyen hiba. Úgyhogy ez a legkomolyabb célkitűzés az idénre. Úgy van nálunk, hogy a szurkolók összeállnak általában ilyen 5-ös 6-os csoportokba, és van úgy, hogy hát megvendégelik a csapatot. Van, aki a halásztét szokott, volt, amikor pacal volt, valamikor rántott hús, de a pörköttek, a birka pörköttől a marháig, a kakasig minden volt már, úgyhogy vathús természetesen. És van úgy, hogy ha nem a szurkolók, akkor a csapat vendége meg a szurkolókat, hogy az egész éves szurkolást is, ezt a gesztust, hogy ők ezzel támogatják a csapatot, akkor viszonozzuk. Szokott lenni csapattal közös disztóvágás a télen még abból az alapanyagokból azért lehet szokott lenni egy pöri, egy hurka kolbászsütés, akkor a tarjából, illetve karajból szokott lenni hússütés, úgyhogy az is egy ilyen több napos móka és mulatságnak mondhatjuk így is. De itt nőttem fel, igen. Hát itt azért szeretek itt Marocsán, itt aztán mindenki tényleg pelenkás korom óta ismer. És itt nem az a bődödani, itt csak a bődödani vagyok, ha érted, hogy mire gondolok, szerintem a nézők is fogják ezt érteni. Úgyhogy tényleg itt, ha olyan dolgot csinálok, akkor abból nem lesz bulvárhír. Pont itt a Dunaparton, ugye, rengeteget voltunk itt lent, vagy én a focipályán voltam megtalálható, ez a két hely volt. Útközben esetleg még az almás kert, elég sokszor voltunk bent, nem legálisan. Tehát az volt reggel, jöttünk otthonról, ebédre tökéletes volt az alma, úgyhogy este meg hazaértünk, de szoktak mondani, rossz pénz nem viszel. Nem csak Böde Daninak, a polgármesternek is van focis története. Még régebben általános iskolás koromban emlékszik rá, Lukács tanár bácsi volt a tesi tanárunk, aztán valamiért jól védtem egyszer a kis pályán, ott a faluház mellett a betonpályán, aztán utána úgy gondolta, beállít Böcskén a meccsre. Hát nem jól gondolta, megkaptunk egy 9 gólt, úgyhogy az nem éppen akkor, hogy a Pista is volt, az is volt kapus, a bátyja, meg a Pergel Fecó is, aztán mindenki még, de akkor szerintem így meg is utáltam egy kicsit, de szeretek játszani, játék. Persze a Madocsa Bölcske rangadók komolyabb harcok voltak. Voltak nagy rangadók? Madocsa Bölcske? Tulajdonképpen az utolsó 5 évben volt 10 mérkőzés, abból 9 Madocsa győzelem, sajnos egy vereség. Úgyhogy ez mindent elmond szerintem. Hogy értétek meg ezt az egy vereséget? Hát azt nem vereséget, mindig nehezen éri meg az ember, de hát itt azért a Madocsa Bölcske vagy Bölcske Madocsai rangadókon itt egy tűzi játék is van, úgyhogy tényleg még ez egy pikáns, mondhatjuk azt, hogy derbi szokott lenni. Sajnos most Bölcske felállt megye első osztályba, úgyhogy most idén elmarad ez a derbi. Ez még azért a szurkolókat is jobban megmozgatja. Gyerekkoromban volt 1000-1200 ember ezekre a mérkőzéseken, most már sajnos meg kell égedjünk az ilyen 4-5-600 fős nézőseneggel. Inkább közösséget építünk a fociból is, elég szerény költségvetéssel rendelkezünk. Amit mondtam is, itt még mindig az, hogy a hazai mérkőzések után érezzük jó munkat, legyen együtt a csapat és a társaság. Egy jó pörköt mellett beszélgessünk, beszéljük át a mérkőzést, vagy kinek mi volt a baja, és tényleg egy érezzük jó munkat. Mai napig egy összetartó közösség. Itt azért mindenki számíthat a másikra. Mármilyen kis gondja, vagy esetleg nagyobb gondja van. Meg kevés. Halusz tudja azt elmondani, hogy azért van ifi felnőtt öreg fiúk, csapat is, amúgy most sajnos a lány kézi csapat az most megszűnt, de van még férfi kézi labda csapat is, Kölnyedukát, röplabda csapat. Én nem hiszem, hogy ekkora településen Marocsán kívül nem is tudok, hogy ekkora sportélet lenne.
De nem csak a fociban, a röplabdában vagy a kézilabdában jeleskednek a település lakói. Vandasán lakok, és innen járok edzésre Paksra. Ide jártam általános iskolába is, 8 évig. Az egész családom itt lakik. Ő ifjabb Juhász István, a paksi eselkenusa, a madocsaiak ifjú reménysége. Sokat jártunk lefürdeni ide, és hát megszerettem nagyon a Dunát, és apukám gyerekkorában kajakozott, és ő ösztönzött arra, hogy én is kezdjek el. El is kezdtem, először kajakoztam, kb. 2 hétig. Aztán az edzőm mondta, hogy inkább menjek át kenura, mert kevés kenus volt eléggé, és így a kenurán ragadtam. 6 edzés van most, télen pedig 9, mert akkor reggeli edzések is vannak, szóval elég húzós így. Idén sikerült megnyernem az országos bajnokságot, onnan kijutottam a szegedi olimpiai reménységek versenyére, ahol 500-an és 1000 méteren második tudtam lenni, és ez nagyon motiváló volt számomra. Csillagoség igazából, akár világbajnokság is, ha el tudnék addig jutni, nagyon örülnék neki. Paksról jutottak már el sokan, most is, akik följebb vannak nálam pár évvel, ők is folyamatosan mennek ki világ és Európa versenyekre. Szóval igazából szerintem, ha csinálnám ugyanígy, akkor talán lenne rá esélye nekem is. A madocsaiak nem csak a sportéletben jeleskedő fiataljaikra büszkék. Sereg István 65 éves, aktív zenész és néptáncos. Hegedűbe kezdtem, igazán azt vettek nekem egy hegedűt, de nehéz volt megtanulni rajta, azt meguntam. És ez jobban tetszett, mert ez hangulatosabb, sokoldalúbb a tangoharmonika. Úgyhogy sokat játszottam a zenekarba, főleg 30 éves korom óta a táncsoportban is zenéltem, meg amúgy is járok több helyekre így zenélni. Zenekarom is volt. Nagyon jó néptáncos, illetve a hetente van próba, pénteken szokott lenni, úgyhogy 8 pár van, fiatalok is vannak, főleg lányok. Sokan jönnek, madocsán nagyon szeretnek táncolni, mi falunkban nagyon sokan értenek a zenéhez. Hát barátságosak a madocsaiak nagyon, úgyhogy én nagyon szeretem őket, én nem szerettem volna a faluba elköltözni. Kuti Jana 6 éve él Madocsán, és azóta új hivatást talált magának, amivel őrizni tudja a település hagyományait. A barátnőm mondta, hogy mi lenne, hogyha készítenék ilyen parasztingeket, szoknyákat, meg ilyen dolgokat. És így elkezdtem csinálni, tetszett, és talán azt mondhatnám, hogy mióta itt vagyok Madocsán, 6 éve már, körülbelül 3 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni ezekkel a viseletekkel. Előtte is voltam, de komolyabban 3 éve kezdtem el vele foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy elmegyek egy viseletkészítő képzésre, ahol többet tudok meg a viseletekről. És sikerült is tavaly előtt bejutnom, és tavaly végeztem novemberben. És ugye mivel Madocsán élek, így egy a volt tanárom kezdeményezésére a madocsai viseletet választottam, mint vizsgamunkát, és ebből is írtam a szakdolgozatomat. Az első az egy ünneplős madocsai viselet, a második az egy autentikus parasztviselet, a harmadik pedig egy a madocsai viseletnek a modern változata, amit 21. században is lehet viselni, ezt egy pályázatra készítettem, ezt a kettőt. Ez pedig egy vizsgamunkám volt a viseletkészítő iskolában. Férje is partner ebben, hiszen ő is nagyon fontosnak tartja a hagyományok ápolását. És úgy gondolom, hogy a beszéd az erősen hozzátartozik egy településnek a kultúrájához. Na most ez a tájszólás vagy tájbeszéd egy kicsit már feledésbe merült,
és akkor próbálták ezt most egy kicsit a gyerekeknek, az embereknek föl eleveníteni, hogy még van ilyen, valaki még használja is, csak furcsálják az emberek, vagy a gyerekek inkább, mert a régi öregek szerintem megszokták, ők még beszéltek így. Jó egészséget, emberek! Jani vagyok a múlbú. Éppen most gyűjtem meg a högyrű. Mögyet szönni voltam, de már csak a fa csücsgübű tudtam leszönni egy szakajtóra való ponyivóval, mert az alját már mögén mögszötte valami idegöny. Asszom gyűvőre kilesöm, elkapom, aztán úgy mögabajgatom az illetőt, hogy arrukódú. Elmentem aztán én is a dolgomra, de útközben még meglátogattam egy cserősznyefatuskot, nehogy tovább száradjon. Főkapattam a hőtetőre, amikor fölértem a szőlőmhő, kóságosan ziháltam. 8 óra körül lehetett, már akkor mondanom se kő, hogy igen möge hűtem. Elég ahhozzá, nyűjtem a fémarék póréhajmát az útbejégből, leültem az egyik szívafa tüvibe, egy nagy kűre, meggyúztam a hajmákat, aztán behabákoltam őket egy nagy karé kácsazsíros könyérre együtt. Eltelt az a 3-4 óra, ránk esteledett, és én tényleg megkóstoltam az elkészült pacalpörköltet. Köszönjük szépen a vendéglátást, egy nagyon tartalmas és hosszú napnak a végére érkeztünk. Kiváló lett a pacalpörkölt, amit főztetek nekünk, és szeretnénk egy kis emléket átadni, a Gasztró megye, mint a műsor címe, című érmet, a kékfehér szalag pedig Tolna megyének a színei, ezzel szeretnénk örök emléket állítani ennek a mai napnak. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A Gasztró megye további adásait a Tolna megyei önkormányzat Facebook oldalán követhetik majd nyomon. 2 hét múlva Vizin Balázs várja önöket egy bátaszéki mesterszakács otthonában, de elárulhatom, itt sem maradunk vendégek nélkül. Tartsanak velünk akkor is! Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat itt Bátaszéken, mert ez a térség egy olvasztó tégelye a gasztronómiának. Jött egy gyöngyhajú lány, álmodtam, vagy igaz talán. Még szerencsé, hogy nem hallotta senki egyébként, hát csak igen, ketten igen vagyunk. Mi az, hogy nem hallotta senki? Hallottam ezt az orkát. A mindenit, a mindenit. Remélem, hogy legalább valami Stones vagy Pink Floyd. Ajaj.